Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora június utolsó szerdáján. Mérföldkőhöz érkezett a gazdasági fejlődés Nagyhalászban. Ma adták át a település új gyümölcslé előállító üzemét. Erről is szó esik a műsorunkban, nézzük a kínálatot. Bölcsődék épülnek, Máté Szalkán Vásárosnaményban és Fehérgyarmaton is alapkövet raktak le. Új üzemet adtak át, gyümölcslevet állítanak elő Nagyhalászban. Jubileum, 10 éve működik református fenntartásban a nyírbátori iskola. Harc az allergia ellen, megindult a parlagfőírtási akció. Három megyei városban, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban és Mátészalkán is bölcsődét épít a görögkatolikus egyház. Mindhárom helyszínen 4 csoportos, 48 férőhelyes intézmény jön létre, összesen 1,8 milliárd forintos támogatással. Alázatosan kérünk téged, üld le szent lelked malasztját, és áld meg ezen bölcsőde alapkövének letételét. A jóisten áldását kérték Máté Szalkán a Móricz Zsigmond utcán épülő új görögkatolikus bölcsőde leendő épületénél. Az intézmény teljesen akadálymentes lesz. 48 gyermeknek és családjuknak kíván oltalmat, biztonságot és olyan hátteret biztosítani, ami a világ nehézségei között vigasztalást és jobb lehetőséget teremt, hangzott el a rendezvényen. Az épület kívülről egy bárkát szimbolizál. Noé bárkája nagyon közel áll a gyermekeknek a szívéhez, tele van állattal, ez mindig olyan izgalmas, de természetesen nagyon fontos teológiai mondani valója is van a bárkának, hiszen a bárka, Noé bárkája az egyháznak az ószövetségi előképe. Ugye, akik a bárkában voltak, ők megmenekültek a viharoktól, ők túlélték igazából az özönvizet. Akik az egyháznak a bárkáján belül vannak, ugye egyébként az egyházban is ezért hívjuk hajónak azt a részt, ahol a hívek imádkoznak, akik az egyháznak a bárkáján belül vannak, őket is érik viharok, mert mindannyiunknak megvannak a gondjaink, a bajaink, de mégiscsak védelmet találhatunk az egyháznak a berkein belül. És ezt a gondolatot akartuk továbbvinni a bölcsődéknek a tervezésénél is, amire találtunk egy nagyszerű tervezőt, aki fogékony volt erre, és aztán utána külön örömünkre szolgált, hogy a kivitelezők is nagyon jónak találták az ötletet, és nagyon szépen halad a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt egyre jobban megmutatni, és bízunk benne, hogy amikor majd elkészül, akkor igazán egyedi, impozáns, egy nagyon különleges arculatot fog majd tükrözni ez a bölcsőde is, és természetesen a többi is, hiszen ha már arculatról beszélünk, akkor minden bölcsőbe ezt az arculatot tovább visszük, tehát minden bölcsőde a Noé bárkájának az alapmotívumára fog épülni. Bár a falak állnak már, az ukrán-orosz háború kitörése miatt a mostani halasztott időpontban helyezték el az épület alapkövét. A munkaerőtoborzás is elkezdődött már, Máté Szalkán ezt egy szakirányú képzés is segíti majd, hiszen évvégére 13-15 munkavállalónak kínál állás lehetőséget az egyházi intézmény. Szeptembertől indul a Nyíregyházi Egyetem képzésében, itt helyben Máté Szalkán a csecsemő és kisgyermekgondozó képzés, felsőfokú képzés, egyetemi képzés nyújt, és ez nagyon nagy lehetőség, hiszen ez az itt folyó, helyben folyó képzés biztosítja azt majd, hogy megfelelő számú, megfelelő minőségi, színvonalú szakemberek tudjanak dolgozni ebben az intézményben. Én azt gondolom, hogy a görögkatolikus egyház és a nyíregyházi egyházmegye nevelési színvonala önmagáért beszél, hiszen városunkban már 2 intézményt is működtet, az egyik egy általános iskola, a másik pedig egy óvoda, és mi látjuk, hogy igen, magas minőségi munkát végeznek, és biztosak vagyunk benne, hogy ebben a bölcsődében is olyan nevelés fog folyni, ahová a szülők nagy megnyugvással, bizalommal adhatják majd gyerekeiket. Javában zajlanak az építési munkálatok az új fehérgyarmati görögkatolikus bölcsőde épületénél. Így fog kinézni az új intézmény. Az épület ünnepélyes alapkövetételére most került sor. A teljesen akadálymentes épület családbarát intézményként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A szülők jó helyen tudhatják gyermeküket, akik szép körülmények között olyan lelki nevelést kapnak, melyre a későbbiekben is lehet építkezni. Amikor Fehérgyarmaton egy alapkövet leteszünk, egy bölcsődének az alapkövét, amiben a legkisebbek fognak majd nevelkedni, akkor ezt ezzel a reménnyel és hittel tesszük le.
hogy látjuk, van benne valamennyi tapasztalatunk, hogy azokban a bölcsődékben, ahol gyermekek járnak hozzánk és az ő családjaink, már ott el tudjuk kezdeni az evangéliumnak az átadását. És ez egy nagyon nagy dolog. És ha utána ezek a gyermekek jó alapot kapnak, kősziklára kezdik építeni az életüknek a házát, akkor minden remény megvan arra, hogy majd, ha jönnek viharok, mert mindenkinek fog jönni, a megállni. Hát mi ezzel a hittel és ezzel a reménnyel alapítunk bölcsődét itt, hogy úgy neveljük majd itt a gyermekeket, hogy ők biztosan megálljanak majd a lábukon, és jól tudjanak majd élni. A négy csoportos bölcsőde 48 gyermeknek és családjaiknak biztosít majd lehetőséget a gyermekek elhelyezésére, valamint 13-15 munkavállalónak nyújt megélhetést. A város alpolgármestere az ünnepségen elmondta, Fehérgyarmaton minden egyes munkahelynek, minden egyes lehetőségnek nagyon örülnek. Ha egy gyermekben azokat az elveket, azt a szeretetet és azt a elhatározottságot és azt a kitartást tudjuk felépíteni, ami alapján jöhet bármilyen vihar az életében, tud ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amit ő hittel és becsülettel képviselni tud, akkor az azt jelenti, hogy a világban bármi történik, bármi esemény, őt ebből kimozdítani nem tudja, és ő a későbbiekben kősziklaként fogja a saját elveit képviselni, és vélhetően a saját elveit fogja továbbadni majd az ő gyermekének. A görögkatolikus egyház jelenleg 5 megyei településen építi ilyen bölcsödét. A Máté-Szalkai és a Fehérgyarmati mellett Máriapócson, Nyírbátorban és Vásárosnaményban. Mérföldkőhöz érkezett a gazdasági fejlődés nagy halászban. Elkészült az új gyümölcslé előállító üzem a településen. A tervek szerint helyi és térségbeli termelők alapanyagát dolgozzák fel a gyárban. Az átadón mi is ott voltunk. Beérkezik a gyümölcs tartályládába, a tartályláda billentőbe, onnan tovább kerül a válogatószalagra, és a válogatószalag után kerül a mosóba, ahol mosás után egy felhordó szalagon a nagy teljesítményű darálóba kerül, mely daráló előkészíti préseléshez a gyümölcsöt. Orosz Károly Zsolt, nagyhalász polgármestere mutatta a június elején, hogy hogyan lesz a helyben termelt gyümölcsökből natur gyümölcslé a feldolgozó üzemben. A szalagprés a polgármester szerint az üzem lelke, amely óránként akár 500 liter zöldség, illetve gyümölcslevet lesz képes előállítani. Az itt készülő szűrt és pasztőrözött natur gyümölcslevek sem tartósítószert, sem adalékanyagot nem tartalmaznak, mielőtt a tasakokba kerülnek. Elsősorban a fő profil az gyümölcsök közül az alma, de fogunk bodzalevet készíteni, illetve céklát dolgozunk fel a zöldség repertoárból. Almát céklával házasítva, illetve majd a későbbiekben sárgarépát fogunk majd még feldolgozni, mert az is egy eléggé népszerű az almával keverve. Későbbiekben majd a medgyet és az őszi barackot szeretnénk még, de ez egy kicsit más technológiát vonz maga után. A önkormányzatnak a saját gyümölcsöséből kezdünk, amely egy 6 hektár termőgyümölcsös van, és 3,5 hektár bodza, illetve 4 hektár frissen lett telepítve, amely az elkövetkezendő években kerül majd forduló termőre. A kieső időszakban, vagy ha nem a önkormányzatnak a termését akarjuk feldolgozni, akkor végzünk majd bérmunkát is. A bérmunka az szerintem elég népszerű lesz, hisz a környéken egy durván 1000 hektár gyümölcsös található meg a 50 kilométeres körzetben. Az üzemet ünnepélyes keretek között szerdán adták át. Orosz Károly Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat 15 millió forint saját forrással járult hozzá a 226,4 millió forintos beruházáshoz. Emellett tárgyalásokat kezdtek a piaci értékesítés előkészítése érdekében. Az első nagy feladaton túl vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez a második része, a piackutatás, a piacszerzés lesz a legnehezebb,
de erre már korábban elkezdtünk tárgyalni olyan önkormányzatokkal, akik hasonló terméket állítanak elő, köztük Ramocsáháza, Tiszadada, Gyulaháza. Ragányi Róbert polgármester úrral már közel egy éve erről beszélünk, hogy hogyan, mint lehetne, hisz neki már tapasztalatai voltak ezen a területen, és egy ilyen nyírségi helyi termékként eladva igyekszünk majd egy nagyobb piacot megtalálni, és a piacot kielégíteni majd ezekből a termékekből. Réti Pál helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány 2019-ben egy olyan gazdaságfejlesztő programot indított, amely támogatja a vidéki települések szociális és gazdasági hátrányainak csökkentését, munkahelyeket teremt, valamint segíti a vidéki lakosság megtartását. A belügyminisztérium jelen pillanatban mintegy 200 településsel dolgozik együtt, amelyből 72 település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezekben a fejlesztésekben potenciálisan 72 település érintett, és ebben is 26 település szerepel az első négy ütemben. Az első ütemben Barabás, Nyírkécs, Őr, Győrtelek, Levelek, Szamosszeg, Ramocsaháza, Petneháza, Gyulaháza. A második ütemben Búj, Gávavencsellő, Nyíribrony, Laskod, Nyírtas, Kállósemjén, Tornyospálca, Tyukodi és Nagyhalász, a harmadik ütemben Nyírjákó, Csenger, Dombrát, Döge, Záhony, és a negyedik ütemben pedig Ófehértól Nyírmegyes és Tiszalök települések, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon komoly erőt képvisel ebben a programban. Ugye én nagyon örülök annak, hogy az építőiparnak az a fajta piaci és gazdasági, negatív gazdasági tendenciája, ami érzékelhető volt, az nem szegte a kedvüket az első körben, és kitartottak az ötletük mellett. Nyilvánvalóan szakmai főtanácsadóink, a helyettes államtitkárságon munkatársai, a megyei és a járási hivatalok igyekeztek ezt a problémát lekezelni, és mint a mellékelt tábla mutatja, sikerült. És ugye itt egy olyan vidéken vagyunk, ahol input termékekben hiány nyilvánvalóan nem lehet. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy jó termék fog születni ebből, és én azt is gondolom, hogy ma már ugye mindenki tudja, hogy közfoglalkoztató létszámok is nagyon jelentősen lecsökkentek. Ugye a települések működésére is nyilvánvalóan rányomja ez a bélyegét, és én azt hiszem, hogy nem csak kényszer lesz, hanem célszerűség is a települések közötti együttműködés, aminek én kifejezetten örülök, hogy itt ezen a helyszínen települések együtt szeretnének dolgozni, közösen termékpályát építeni és közös brand alá beterelni a terméket. Én azt gondolom, nekünk is feladatunk, hiszen miniszter úr feladatul szabta, hogy segítsük ezeket a kezdeményezéseket és támogassuk, másrészt pedig segítsünk abban, hogy a helyi üzlethálózatokba, vagy ebben az országos üzlethálózatokba ezek a termékek ott lehessenek majd a polcon a későbbiekben. Román István kormány megbízott úgy fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország élelmiszer raktára. Ez különösen igaz a gyümölcs termesztésre, hiszen a KSH legutóbbi adatai szerint Magyarországon az összes almatermelés 61%-át, a betakarított megy mennyiségének pedig mintegy 25%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelték. Korábban is mindig mondtuk magunkról, azt a megyéről, hogy mi az országnak az élelmiszertára, élelmiszer raktára vagyunk. Ez valóban így is volt, és reméljük így is lesz. Ami nem mindegy, hogy egyre több feldolgozó üzem valósul meg a megyében, közfoglalkoztatás keretében, belügyminisztériumi programok keretében, a vidékfejlesztési program keretében. Tehát amit a földeken megtermelünk, azokat fel is tudjuk dolgozni, és így nyilvánvalóan munkát tudunk adni az embereknek, és egy magasabb értéket tudunk létrehozni. Nem beszélve ezeknek a termékeknek a zamatáról, ezeknek a termékeknek a nagyon magas minőségéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy helyes volt az a döntés néhány évvel ezelőtt, amely a Magyarországnak a szekér útját a vidék irányába fordította, és meghallgatja a vidéken élő embereknek az elképzeléseit. Július az arról fog szólni, hogy elindulunk, mivel már az üzem megvan. Hál' Istennek a önkormányzat gyümölcsösén látszik, hogy termés lesz, megkötött az alma, és már érdemes elindulni, mert hiába megyünk el egy piacot kutatni, hogyha nem tudunk produktumot hozzárakni. Hogyha a piac
az diktálja, hogy neki például sárgarépa alma kombináció kell, akkor azt is tudjuk megoldani, de most jelen pillanatban az alma, cékla és a bodza az, amit meg fogunk tudni csinálni, ezeket majd keverjük úgy, ahogy kell, és ezekkel fogunk megjelenni most a piacon. Jubileumi tanévzáró istentiszteletet tartott a nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola. 10 évvel ezelőtt vette át a helyi református gyülekezet az intézmény fenntartását. Az ünnepségen bejelentették, mostantól nem csak fenntartója, de tulajdonosa is lesz az épületnek az egyház. Az orgona hangjára vonultak be az istentisztelet vendégei a nyírbátori református templomba. A tanévzáró ünnepségnek különleges jelentőséget adott, hogy éppen 10 éve vette át az intézmény fenntartását a református egyház. Erre emlékeztetett ige hirdetésében Gál Sándor református esperes is. Számomra lehetetlen élmény volt ez az istentisztelet. Végig gondoltam, hogy azóta az akkori 8. osztályosok már egyetemet végzett, önálló életet élő hölgyek és urak lettek, akik még egy buborékkal elvihettek a Nyírbátori Református Általános Iskola újra kialakuló és az életre értékesítse jelentő anyagéknál. A 10 éves jubileumot úgy ünnepli most az intézmény, hogy immáron nem csak a fenntartása van a református gyülekezet kezében, hanem átvehette az épületeket is. A felújításhoz nyújtott kormányzati támogatásra emlékeztetett Simon Miklós országgyűlési képviselő. Szeretném elmondani, kedves gyülekezet, hogy az iskola tulajdonjogának átvétele, átadása 2018 márciusában kezdődött azzal, hogy az iskola vezetése elmondta ezen jellegű problémát miniszterelnök úrnak, aki Nyírbogáton látogatást tett. Orbán Viktor miniszterelnök úr megígérte a segítséget, és ebből a segítségből valóság lett, mert hogy megjelent 2021. februárjában az 1055-ös kormányhatározat, ami a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola épületének fejlesztéséhez szükséges támogatásról szól. Én úgy fogalmaznék, hogy a Bátori Anna Református Iskola folytatta azt az ősi hagyományt, amit a reformátusok itt több évszázadon keresztül Nyírbátorban letettek, mármint a gyerekek oktatását, nevelését, az ifjúság nevelését. És ilyen formán ezen ősi hagyomány sokkal teljesebb körű, mint ahogy az alapító igazgatóasszony mondta, hogyha saját tulajdonú intézményben folyik az oktatás-nevelés, mert az ember egészen másképpen áll hozzá, mármint lelkileg, hogyha saját intézményét gyarapítja a munkájával, és ilyen formán nagy szó az, hogy a kormány 1,3 milliárd forintot bocsájtott az egyház község rendelkezésére, amiből 700 millió forintért megvásárolhatták az önkormányzattól az ingatlant, az iskola épületét, míg a maradék 500 millió forintból pedig felújíthatják a fel nem újított részeket. Én itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak azt, hogy segítették ezt a folyamatot. Köszönöm önnek, tisztelt polgármester úr, köszönöm minden képviselőtestületi tagnak, aki támogatta ezt az ügyet. Az elmúlt 10 évben szorosan együttműködött az iskola működtetésében az egyház és az épületeket tulajdonló helyi önkormányzat.
Máté Antal polgármester most arról beszélt, hogy a nyírbátori reformátusoknak közösségteremtő ereje van. Ez a templom és ennek az épületnek a falai évszázadok óta hirdetik az itt élőknek, az ide látogatóknak, hogy a református hit és a református közösség ebben a városban mindig is kiemelt, kitüntetett, megtisztelő szerepet és feladatot kapott az elmúlt évszázadokban, és így van ez ma is, és biztos vagyok benne, hogy így lesz ez a jövőben is. Ennek az egyik élő és ma ünnepelt példája vagy mérföldköve az, amikor 10 évvel ezelőtt a helyi közösség úgy döntött, hogy újra iskolát alapít, és egy nagyon fontos feladatot vállal ezzel magára a helyi közösség életében. Hiszen az oktatás-nevelés az nem csak egy különleges feladat, nem csak egy különleges lehetőség, hanem nagyon komoly felelősség is egy közösség életében, hiszen nem, ha jól végezzük, vagy ha rosszul, akkor nem csak az adott pillanatban érzékeljük annak a hatását, hanem ahogy Esperes úr is fogalmazott, igenis komoly hatása van a jövőre nézve, komoly hatása van arra, hogy az adott közösség milyen módon, milyen létformában, milyen boldogságban fog majd tudni élni a következő évtizedekben, évszázadokban. Az elmúlt 10 év, hogy hosszú-e vagy rövid, azt gondolom, hogy attól függően, hogy kivel beszélünk, el tudja dönteni. Van, akinek ez pillanatok műve volt, van, akinek pedig hosszú-hosszú évek munkája. Szintén Esperes úr szavaihoz szeretnék kapcsolódni, aki elmondta, hogy van olyan diák, aki 8-osként kezdte itt a református iskolában gyakorlatilag a tanulást, és ma már nagy valószínűséggel saját családjában, saját gyerekei között éli az életét. De kiegészíteném azzal is, hogy ma már vannak olyan diákok, akik már a református iskolában kezdték meg a tanulmányait, és ma már valamelyik középiskolában folytatják tanulásukat, fejlődésüket. A tanévzáró ünnepségen felszóló intézményvezető úgy értékelt, sikeres évtized áll mögöttük. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Az iskola 2012 óta működik református fenntartásban, 2019-ben pedig óvodával bővült az intézmény. Bátori Anna nevét 2016-ban vette fel az iskola. Közel 50 esetben szabta ki növényvédelmi bírságot parlagfű miatt 2021-ben megyén külterületein. Ez több mint 3 millió forint bírságot jelentett összesen az ingatlan tulajdonosoknak. A parlagfűvel fertőzött terület nagysága és elhelyezkedése alapján a bírság 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját Hellebrand Enikő kérdezte. A száraz és hideg koratavaszi időjárás nem kedvezett a parlagfű csírázásának és fejlődésének, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt nagy a szárazság májusban. Ugyanakkor a parlagfű egyik jellemző tulajdonsága, hogy rendkívül jól alkalmazkodik az időjárási körülményekhez, magjai a talajban hosszú ideig megőrzik a csírázó képességüket. Ezért hosszú és nehéz feladat az írtása, a népik pedig évről évre szigorúan büntet. Az elmúlt évben Szabolcs megye külterületén összesen 49 esetben indult olyan eljárás, aminek növényvédelmi bírsági szabása lett a vége, 3,3 millió forint értékben. Ezen felül 15 esetben történt közérdekű védekezés elrendelés, ami valamivel több mint 14 hektárt érintett. Tehát ebben az esetben az állam megelőlegezi a védekezés költségét, és a kormányhivatal egy általa megbízott vállalkozóval levágatja a parlaghüvet, majd az összes költséget bírsággal együtt természetesen ráterhelik a mulasztó földhasználóra. Igazából azt látjuk, hogy az ingatlan tulajdonosok, illetve a földhasználók próbálnak a lehetőségekhez képest eleget tenni a parlaghű mentesítési kötelezettségeiknek. Nyilván ez nem egyforma, vannak, akik jobban odafigyelnek, vannak, akik ezt egy kicsit lazábban kezelik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában azt el lehet mondani, hogy a hatóság nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy a földhasználók, és nem csak a földhasználók, hanem egyáltalán a lakosság minél több információt kapjon a parlagfű mentesítés témájából, és egy olyan egyedülálló programsorozatot indított általános és középiskolások számára, ahol a
parlagfűvel kapcsolatos vetélkedőre való felkészülés során elsajátítják azokat az információkat, azt a tudásanyagot, amivel egy átlagembernek rendelkezik el a parlagfűvel kapcsolatban, és így már a jövő generációt próbálják megcélozni. Ezt a kormányhivatal növény és talajvédelmi osztálya indította az oktatási hivatal együttműködésével, az Agrárminisztérium és a NÉVIK támogatja ezt a rendezvény sorozatot. És ez azért nagyon fontos, mert a parlagfű elleni védekezésben azt látjuk, hogy ez nem fog néhány év alatt megoldódni. Arra kell felkészülnünk, hogy hosszú éveken keresztül itt marad velünk, és küzdeni kell vele. Tehát nagyon fontos, hogy a felnövő generációk jobban, pontosabban ismerjék ezt a helyzetet, és tudjanak tenni ellene. A felnövekvő generáció ma már akár egy telefonos applikációval is tud segíteni a hatóságoknak a mentesítésben és felderítésben. Bármelyik közigazgatási intézménynél meg lehet tenni a bejelentést, de a legszélszerűbb, a leggyorsabb, hogyha az úgynevezett parlagfű bejelentő rendszeren keresztül történik ez a bejelentés, ami a NÉVIK honlapjáról érhető el, és hogy elhangzott telefonos applikáció is letölthető és alkalmazható. Végtelen egyszerű a használata. Első alkalommal egy egyszerű regisztráció kell ahhoz, hogy a rendszerbe tudja azonosítani, hogy valós a felhasználó, aki üzemelteti a bejelentő rendszert. Ezt követően nagyon könnyen lehet a telefonos applikáció segítségével ott helyben egy gombnyomásra lehet a területet azonosítani. Néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni, hogy nagyjából mekkora a parlagfűvel szennyezett terület nagysága. Nem kell négyzetméterre pontosan meghatározni, egy hozzávetőleges értéket kell beírni. Van ilyen segítség, hogy például hány foci pálya méretű, és hogyha ebben tévedés van, abból sincs semmi probléma, ez csak egy kis segítség a területbe azonosításához. A bejelentés ahhoz az intézményhez fog menni, aki a terület fekvése szerint illetékes, tehát a területi szemle, illetve a jegyzőkönyv felvételére jogosult. Tehát az intézmények közötti bejelentés átküldésének az idejét, lehet, hogy ez esetleg több lépcsőből áll, meg lehet spórolni, így fel tud gyorsulni a védekezési eljárás. Még nagyon sok olyan területünk van, ahol előfordulhat és elő is fordul a parlagfű. Idén változott egy kicsit az eljárásrend, ugyanis ott, ahol még virágbimbós állapot nem alakult ki, de már van parlagfű a területen, a hatóság ezekre a területekre is reagálni fog, és megkeresve a földhasználót, jelezni fogja neki, hogy parlagfű van a területén, még nem jogszabásértő az állapot, tehát büntetésre még nem fog sor kerülni, de egy figyelmeztetést kapni fog az illető, vagy egy jelzést kapni fog az illető, hogy figyeljen oda, mert nagyobb a kockázat, hogy virágbimbós, majd később virágport szóró parlagfű lehet a területén. Ha ez az állapot bekövetkezik, abban az esetben el kell rendelni a közérdekű védekezést, ahogy elmondtam, itt meg kell bízni, az állam megelőlegezi a költségeket, megbízva egy olyan vállalkozót, aki mentesíti a területet a parlagfűtől, és később ennek a költségét, valamint növényvédelmi bírságot be kell hajtani a mulasztó földhasználón. A növényvédelmi bírság mértéke az attól függ, hogy mekkora a parlagfűvel szennyezett terület, elsősorban ettől függ, de emellett figyelembe kell venni enyhítő vagy súlyosbító körülményeket is, amikor a végső összeget megállapítjuk. Enyhítő körülmény lehet, hogyha a földhasználó igazolni tudja, hogy védekezett a parlagfű ellen, de rajta kívülállók miatt ez meghiúsult. Például egy olyan gyomírtási módot alkalmazott, amihez bemosó csapadék kell, és éppen nem esett az eső, ugye ez most aktuális probléma, akkor enyhítő körülményként a hatóság figyelembe tudja venni. Nem mentesít egyébként a felelősség alól, de a bírság összegét ez csökkenti. A fordított esetben, hogyha egy nagyforgalmú turisztikai látványosság, egy iskola, óvoda vagy valami hasonló intézmény van a közelben, ahol érzékeny emberek vagy nagy tömegek vannak kitéve a pollen által okozott allergiának, azt a helyzetet viszont súlyosbító körülményként kell figyelembe venni, ilyenkor emelkedik a bírság összege. Egyébként 15 ezer forint a legkisebb kiszabható összeg, és 5 millió forint a legnagyobb összeg, amit a parlagfű miatt ki lehet szabni. 5 millió forintot már akkor lehet kiszabni, hogyha a parlagfű volt legalább 50 hektár, vagy ettől nagyobb. Tehát erre
erről azért még tudomásom szerint túlságosan sok példa nem volt. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsor a legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!